minden a családokról és természetesen a lovakról szólt Tolnamöz. A helyi pályán ugyanis lovas családi napot szerveztek. Készültünk itt a Mözsi lovas pályán kocsikáztatással, gyerekek és felnőttek részre 6-7 fogatot sikerült összeszedjünk az egyesületünkből, illetve a környező falukból és bajáról is jött egy versenyző, pályaépítő is egyben. Délutánban lesznek többféle programok, szintén gyerekek és felnőttek részére foci meccs, csizmadobó verseny, szekérhúzó verseny, tehát egy ilyen falunap jellegű kis ilyen családi összejövetelt szeretünk volna abból az egészből kihozni, természetesen lovakkal egybekötve. Amíg a gyerekek kocsikáztak, addig több üstben és bográcsban finomabbnál finomabb ételek készültek. 13-an, legalábbis 13-an leszünk, előre jelezve így van. Hát lecsót főzünk, paprika, paradicsom, szalonna, kolbász, a legvégén kerül bele rizs. Írtunk ki egy ilyen családi főző versenyt, részt vesznek a nyugdíjas klub tagjai, a Lovas Egyesület tagja is főz, illetve 3 magánszemély volt, aki jelentkezett, hogy beszállna ebbe a versenybe. A Mözsi Lovas Egyesület tagjai igazán pezsgő sportéletet élnek, családi összejövetelt viszont eddig még nem tartottak. Ezen kívántak változtatni a mostani kezdeményezésükkel. A gyerekeknek a programja is legyen ne csak a lovasoknak verseny. Erre gondoltunk, egy kis főzés, kis baráti, családi összejövetel legyen. Gyerekkocsikáztatás van jelen pillanatban, és meg egy kis hajtás, egy kisebb akadályokkal, kis főzések, estefele meg egy kis foci. Az elmúlt 2 év a lovasportot űzők számára sem volt könnyű. A járvány miatt rengeteg program maradt el, ezért is örültek a mostani esemény résztvevői különösen a családi napnak. A pandémia miatt elmaradt nagyon sok, és a ló az nem olyan, mint egy motor vagy egy bicikli, hogy félretesszük. Most a ló az ott van az istállóba, etetni kell. Na most a ló az úgy intenzív, mint egy sportoló, hogy edzésbe kell tartani. Azokkal ugyanúgy kellett foglalkozni, hogyha föloldódik ez a dolog, akkor lehessen versenyen használni őket. Na most ezért a lovasport egy kicsit elaludt. Most talán bízunk benne, hogy föléled, mert most képzeljék el azt, hogy már a közönségnek mondom, képzeljék el azt, hogy etetem, és akkor még mindig nincsen semmi. Nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy a lósportban megmaradjon az ember, és művelje is ezt a sportot. Most már azért mondtam, hogy most már föloldódott, most már akik vannak, van, és úgy néz ki, hogy vissza is fognak térni egy kicsit már a lósportba. A Lovas Egyesület tagjai viszont dacára az elmúlt időszak nehézségeinek tele vannak tervekkel az idei évre vonatkozóan. Volt egy versenyünk júniusban, elég szép létszámmal vettek rajta részt, és a következő versenyt október 8-9-re tervezzük, amely a Dél-Dunántúli kombinált fogadhajtó bajnokságnak a döntője lesz. Hála Istennek mind a járvány ideje alatt is sikerült megrendezni 2-szer a versenyeinket. Látszott, érződött versenyzőkön is, nézőkön is mindenhogy, de úgy érzem, hogy jó úton vagyunk.